oktatási hivatalunknak a tanácsosait. A vajdasági magyar kettős állampolgárok első alkalommal szavazhattak a magyarországi választásokon. A határ mindkét oldalán a szavazók zöme a jobb-közép Fidesz-KDNP szövetség mellett adta le szavazatát. Ez nem csupán szimbolikus értelemben fontos, hanem azért is, mert az elmúlt 4 év során a Magyar Nemzeti Tanács egy nagyon alapos, nagyon sikeres együttműködést folytatott a kiemelt nemzeti jelentőségű programjaink kapcsán a magyar kormányzattal. Én bízom abban, hogy ez megerősítést nyert most a választásokon, és folytathatjuk azt az építkezést közösen, amely a Kárpát-medencét, így a vajdaságot is élhetőbbé teszi a magyarság számára. Korhegy szerint ezáltal biztosítani tudják a megmaradást, a vajdasági magyarság számbeli gyarapodásának feltételeit, és a gazdasági megmaradás feltételeit is. Én úgy látom, hogy rengetegen éltek ezzel a lehetőséggel. Pásztor István örvendetesnek találja, hogy a vajdasági magyarok is részt vettek a választásokon. Csak úgy, mint márciusban, most is felelősen döntöttek. A VMS elnöke elmondta, az utóbbi években elsősorban a komoly munkahozzáállás, a stratégiai partnerség és az ígéretek megvalósítása miatt támogatja a Fideszt. Egy előző példa nélküli az, hogy a több pártrendszertől errefelé nem csak valaki folytatni tudja a kormányzást, hanem újra kétharmados többséget kapott. Ez azt gondolom, hogy a szavazók elismerése a Fidesz irányába és jelzés az ellenzék irányába. Fontos az, hogy ebben a folyamatban az idei évben most mi először részt tudtunk vállalni, vagy szerephez jutottunk. Pásztor István szerint hasznára válhat a magyar-szerb kapcsolatoknak Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP győzelme.